2017. szeptemberi adását látják Dávid és Csengő vagyok. Lássuk, hogy indult az idei tanév. A tanévnyitót nem cifráztuk, az első tanításon a Piroska néni felvázolta a lényeges dolgokat, aztán bele is csaptunk a lecsóba. A holnap elején megtisztítottuk iskolánk környezetét, jó néhány zsák semetet gyűjtöttünk. Elszerzék meg is a metegyűjtőt! Hallja! Nem! Látja! Iskolai kiránduláson is voltunk Lengyel-Anna-Földőre, utaztunk busszal. A buszozást nem mindenki gyomra bírta, de odaértünk. A természetvédelmi területen felkészült vezetők kísértek bennünket, megismertek minket a hely történelmével, növény és állatvilágával. A sasfészek kilátóban interaktív játékok vártak, vadisztot, szarvast, őzet szemlélhetünk közelről. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, remek túra volt. Lássuk a helyszínt! Annát nagyon megszerették a helyiek, ugyanis ő volt az, aki kinyitotta. Egy ilyen mindenféle élősködő, és a vaddisznó így védekezik, hogy belefekszik a sárba, megfeszeng benne. A sár elzárja a bundája alatt a levegőt az élősködőktől, tehát egyszerűen az élősködők megfulladnak. És utána, amikor megszáradt, akkor szépen a fáknak a törzsén, látjátok, levakarja magáról ezt a sorost. Nézd ide! Imádom a gombákat. Tényleg? Hát is fényképes. Petrőket. Laci bácsi Bonyhádra visz diákokat az atlétikai versenyre. Kiváló felkészítésnek köszönhetően nem hoztak szégyent iskolánkra. A Passon rendezett foci bajnokságról pedig egy jól megérdemelt ezüstéremmel tértek haza. Ez az. Október 5-én Pallánkra látogatott a 7. és a 8. osztály. Az iskolában oktatott szakmába nyerhetünk bepillantást. A különböző szakmák képviselői keményen lobbiztak a tanulókért. Megnéztük, hogyan dolgoznak a pékek. Igazi kemencével is találkozhattunk. Ugye, Csenge? Igen. Meglátogattuk az állattenyésztőket, élménytraktorozást, muskoskolást és mikroszkosolatot. Most hiszem, ezzel a nyílt napon legtöbbünk talált valami jó kis testet álló szakmát magának. Végezetül az időjárásról, akár esik, akár fúj, a szivárványra mindig számíthat. Viszontlátásra!